Folytatjuk pszichológiai sorozatunkat Őszi Viktória pszichológussal. Mai témánk az intelligencia lesz. Üdvözöllek a stúdióban. Szép napot kívánok! Nagyon sokszor használjuk az intelligencia szót, de vagy mit is jelent ez pontosan? Ez valóban így van, hogy a hétköznapi életünkbe és a mindennapi nyelvbe már beleépült teljesen az, hogy intelligencia. Sokszor bele sem gondolunk, hogy mit jelent, és nagyon sok esetben az jön elő, amikor rákérdezünk, hogy mi is az az intelligencia, picit leállunk, hogy hát tényleg mit is értünk alatta. Igazából rengeteg megközelítése van, hogyha most ezt szépen sorban végigvennénk, hogy mit jelent, akkor alsó hangon úgy másfél óráig itt ülnénk, és a végén valószínűleg falnak mennénk, de még akkor se tudnánk erre a konkrét választ. Mégis azért a tisztesség azt követeli, hogy valamilyen módon tisztázzuk, hogy most itt a beszélgetés során milyen értelemben fogjuk használni. Alapvetően azt lehet elmondani, hogy ez az új helyzetekhez való célirányos alkalmazkodásnak a képessége a belátás segítségével. Tehát új helyzet, alkalmazkodók és belátás segítségével, nem pedig próbálgatás használatával. De azt is hozzá kell tenni, hogy azért vannak olyan picit cinikus fogalmai az intelligenciának, mint az intelligencia az, amit az intelligencia tesztek mérnek, vagy intelligencia az, amit az intelligens emberek tesznek, holott tudjuk, hogy azért ez nem mindig fedi a valóságot. Ez a viccesebb megközelítés. Így van, de azért, hogy még viccesebb legyen, néhány kutató ezt teljesen komolyan gondolja. Hogyan mérhető egyáltalán az intelligencia, hogy több fajta teszt is rendelkezésünkre áll ebben, hogy valakiről megállapítassuk, hogy mennyire intelligens, mennyire alkalmazkodó képes. Pontosan, tehát speciális célzott tesztekkel lehet mérni az intelligenciát. Érdekességként az első ilyen intelligencia mérés az a 1884-es világkiállításon volt, ahol az embereknek alkalmuk volt megmérniük az intelligenciájukat. Ez azt jelentette, hogy felállítottak egy laboratóriumot, ahol megmérték a résztvevő személyeknek a látásélességét, a hallásélességét, vagy éppen a szemmértéket, a reakcióidőt. Tehát azért ebből láthatjuk, hogy ma talán a reakcióidő, ugye, mint a figyelemhez kapcsolódóan, illetve a feldolgozási sebességhez kapcsolódó tulajdonság még valahol kapcsolatban van vele, de azért az, hogy valaki rövidlátó, az nem biztos, hogy nagyon befolyásolja ezt. Tehát különböző tesztekkel lehet mérni, és az első komolyabb intelligencia teszt az a 20. század elején született meg 1905 körül, és érdekes módon ez először a gyerekeket mérte, tehát most találtunk egy olyan dolgot, ahol a felnőtteket megelőzte a gyerekeknek a vizsgálata, és itt arra ment a felmérés, hogy ki lehessen szűrni az úgymond problémásabb gyerekeket az oktatási rendszerből, azokat, akik nem tudták valamilyen módon követni a tanítást. De egyébként, hogyha belegondolunk, hogy mi az az intelligencia teszt, hogyha egy benszülött törzset nézünk, ott valószínűleg az intelligencia teszt nem az, hogy különböző kis üzetkéket töltögetek ki, vagy hogy a sorból, mint a melyik hiányzik, hanem az, hogy túl tudok-e élni, tudok-e vadászni, túlélem az éjszakát egyáltalán ott az őserdőben, tudok-e magamnak valami kunyhót építeni. Miért? Mert az intelligencia ugye az alkalmazkodást jelenti. Hát akkor a városi ember nem biztos, hogy jól teljesíteni ezeken az intelligencia teszteken, amit az esélyedében kellene. Igen, valószínűleg. Hány fajta teszt létezik, ugye a Menza? Teszti általában a legismertebb, de milyenek vannak, hogy hogyan működik ez? Ugye említetted, hogy egy kis füzetkéket, kis feladatokat töltünk ki. Igen, többféle teszt létezik. Eleve ott különíteném el, hogy léteznek csoportosan és egyénileg felvehető tesztek. Na, a csoportos az nem azt jelenti, hogy összedugjuk a buksinkat, együtt megcsináljuk, és akkor mondjuk szépen elosztjuk a pontszámokat, hogy mindenkinek kedvező jusson, hanem hogy egyszerre lehet felvenni sok emberrel. Az egyéni teszt az olyan, ahol fontos a kapcsolat, mert nézem a másiknak a reakció idejét, olyan kérdéseket kell megválaszolnia. Vannak verbális és nonverbális tesztek. Ez utóbbi azt jelenti, hogy ott nem kell beszélni, nem kell hozzá a nyelvet ismerni. Ez azért nagyon fontos, mert sok esetben
ugye azért is nem sikerülhet úgy mondjuk egy intelligencia teszt, mert az adott illető kevésbé beszéli azt a nyelvet, vagy mondjuk beszédfejlődési zavara van. Képzeljük el, hogyha most egy kínai nyelvű intelligencia tesztet hoznénk be ide, valószínűsítem, hogy nincsen felsőfokú nyelvvizsgánk egyikünknek sem ebből a nyelvből. Mi jön neki ezen a teszten? Hát nem szerepelnénk valamilyen nagyon fényesen. Miért? Mert a nyelvismeret hiányzik hozzá. Ez sokszor egyébként kritikaként is fogalmazódik meg az intelligencia tesztekkel kapcsolatban, hogy a középosztálybelieknek készülnek, azért, mert hogy olyan a nyelvezete is. Ezt azért próbálják kiküszöbölni. És hogy milyenek ezek a tesztek, mivel maga az intelligencia is azért egy összetett dolog, és itt nem valamiféle probléma megoldó képesség. De azért azt sejtjük, hogy nem csak a tanulási képesség van benne, hanem nagyon sok terület. Ezért egy jól összeállított intelligencia tesztben vannak különböző verbális feladatok, tehát szóbeli feladatok, akár szókincsre kérdeznek rá, akár az általános ismeretekre kérdeznek rá, illetve vannak olyan feladatok, amik a gondolkodásnak a folyamatosságát nézik meg. Vagy mondjuk nézzük a munkamemóriát. Ha azt mondanám neked, hogy mennyi 124, meg 128. Ha most elgondolkozol ezen, és próbálod kiszámolni, akkor a munkamemóriádat használod hozzá. Tehát ez egy olyan területe az agyi képességeinknek, ahol ezeket a rövid távú kis apró feladatokat végezzük el. Ezek elsősorban logikai, úgyha jól értelmezem. Meg ismereteket is. Egyrészt logikai is valóban, tehát a gondolkodás folyamatosságát nézzük, azt, hogy hogyan tud általános következtetéseket levonni valaki, milyen a tervező képessége. De nézzük ugyanígy a verbális folyékonyságot, milyen a fogalmi struktúrája az adott személynek, milyen a vizuomotoros képessége, mondjuk különböző jeleknek a másolása, vagy pedig adott területen hibáknak a felismerése, hogyan tud, milyen gyorsan tud összeállítani egy képet, vagy milyen gyorsan tudja azt elemeire szétbontani. Hogyan történik ezeknek a teszteknek az értékelése? Ugye ezen is van a lényeg, hogy megállapítsuk, hogy ki mennyire intelligens. Hol húzzák meg a határt, hogy milyen szintek vannak? Az első és legfontosabb dolog, amit kiemelnék, hogy ki értékelheti ki ezeket a teszteket. Ezt arra képzett személy, aki tudja is értelmezni az adatokat, mert azért ez egy nagyon fontos dolog. Ugye legtöbbször azt mondjuk, hogy van ez az átlagos övezet, és akkor ettől fentebb és lentebb vannak a különböző övezetek, ha lentebb megyünk, akkor az alacsony, átlagos, a határövezetei, és attól lentebb ugye az extrém alacsony, és ugyanez fentebb is az magasan átlagos, az átlag feletti, és mondjuk 130 felett van már az, ami az extrém magasnak számít. Onnantól felfelé már nehezebb mérni, hiszen mindig kell egy valamilyen viszonyítási alap. Itt nagyon fontos ez is, hogy maga az, hogy kinek milyen az IQ hányadosa, ugye ez az intelligencia kvóciense, ez nem egy annyira exakt dolog, mint mondjuk a testmagasság, mert tudjuk, hogy az is változik így a nap folyamán. Hiszen itt mindig a saját életkori csoportjához hasonlítjuk, és a saját országon belül. És ez nagyon fontos, pont azért, amit előbb is említettünk, hogy az adott kultúrának a közege az meghatározó. Tehát országon belül szoktuk ezt meghatározni, hogy kinek milyen az intelligencia hányadosa, és itt az is lényeges, hogy hogyan történik egy intelligencia tesztnek a kidolgozása. Tehát most én is mondhatnám azt, hogy húzzunk ide egy vonalat a padlón, és aki attól a legmesszebbre tud ugrani, akkor az a legintelligensebb. Hát ugye ezt érezzük, hogy nem sok köze van ennek az adott dolognak hozzá. Ahhoz, hogy egy megfelelő intelligencia tesztet ki lehessen dolgozni, ahhoz óriási erőforrások kellenek, rendszerint több évig tart, amíg ezt a szakemberek összeállítják, és nagy a merítési alap, hogy kiken tesztelik le, tehát több ezres, vagy akár több tízezres bázist jelent. És itt felmerülhet az a kérdés, hogy mennyire megbízhatóak azok az intelligencia tesztek, amelyek elérhetőek mondjuk a különböző női magazinokban, vagy akár az internetes felületeken. Én azt gondolom, hogy ezek játéknak jók, időtöltésnek jók, de pont amiatt, amit is említettem, hogy nagyon nagy erőforrást igényel egy ilyen elkészítése, kevésbé megbízhatóak.
Egy kivétel van, amit te is említettél, a Mensa Egyesületnek a honlapján elérhető egy tájékoztató jellegű intelligencia teszt, ami egyfajta támpontot jelent, de ugye az sem az ő hivatalos tesztjük, mert hogy ahhoz, hogy ezt meg lehessen élni, hogy ott konkrét időpontot kell foglalni, és az másfajta keretek között megy. Mikor és mire használhatják ezeket az intelligencia teszteket? Mit tudnak vele megállapítani? Az intelligencia tesztek ugye alapvetően az intelligencia, intellektuális képességek felmérésére szolgálnak, és ez megint egy jó kérdés, hogy mire lehet használni, hiszen sok ember csak úgy kíváncsiságból szeretné megnézni, hogy neki mennyi az intelligencia hányadosa. Hát itt a kérdés tényleg az, hogy mire használjuk ezt. Alapvetően például gyerekek felmérése során akkor nézzük meg, hogyha esetleg felmerülhet az a gyanú, hogy valami probléma van a tanulási képességekkel, olyankor általában az szokott lenni, hogy egy épp intellektus mellett van valamilyen képesség hiány, képesség deficit. De egyébként pedig az hozzátartozik nyilván egy személyiségképhez, hogy nagyjából megnézzük, hogy milyen az intelligenciája, de itt nem konkrét értékeket mondunk. Igazából azt gondolom, hogy ez sokszor ugye önbeteljesítő jóslat is lesz, hiszen ismerjük azokat a vizsgálatokat, amikor például pedagógusoknak azt mondták véletlenszerűen kiválasztott gyerekekre, hogy mondjuk Pistike, hát ő átlag alatt ő nagyon-nagyon gyengécske, még nem tudom, Katika, ő pedig átlag feletti teljesítményű, holott nem erről volt szó, és az év végén a gyerekeknek a tanulmányi eredménye ehhez tendált, tehát akire azt mondták, hogy átlag alatti, őnek rosszabb jegyei születtek, és végülis ez egy ilyen önbeteljesítő jóslat volt, hogy akiről úgy gondolták, hogy a képességei gyengébbek, azok valószínűleg, hogy kevesebb figyelmet is kaptak. De ugyanez vonatkozik az emberre saját magára, és szintén egy olyan vizsgálat volt, ahol már felnőtteket, főiskolás egyetemi hallgatókat vizsgáltak. Az egyik csoportnak azt mondták, hogy alacsony az intellektuális képességük, és az intelligencia egyébként sem fejleszthető. A másik csoportnak meg azt mondták, hogy nagyon jó úton haladnak, jók a képességeik és az intelligenciájukat, a tapasztalattal még tovább lehet növelni. És különböző matematikai felmérőket kellett kitölteniük. Az utóbbi csoport, akinek azt mondták, hogy fejleszthetőbb és jobb az intelligenciájuk, azok jobb eredményt értek el. Miért? Mert hogyha valakinek azt mondom, hogy kudarcra van eleve ítélve, amit csinál, akkor valószínűleg nem is fog vele próbálkozni. Maradjunk itt egy kicsit, hogy fejleszthető egyáltalán az intelligencia, vagy befolyásolja az, hogy mit örököl a szülőktől, vagy hova születik, milyen társadalmi osztályban, milyen körülmények közé. Kezdeném akkor a második kérdéssel, hogy most akkor az öröklés mennyire meghatározó. A különböző ikreken, illetve örökbefogadott gyerekeken végzett felmérések alapján nagyon nagy szerepe van a genetikának. Tehát, hogy ez egy olyan vonásunk, ami igen genetikailag meghatározott, de megint ott van a környezet. És nagyon fontos, hogy milyen környezeti körülmények azok, amelyek körbeveszik azt az adott illetőt. Hiába lehetnek szuperek a gének, hogyha mondjuk szegényes a környezet, nincsenek megfelelő ingerek, nincs megfelelően stimulálva az a gyerek, akkor nem fog kifejlődni belőle az a képesség. Tehát azt szoktuk mondani, hogyha nekem van egy fantasztikus kis növényem, amelyik igényli a napfényt, meg az esőt és a tápanyagokat, de beteszem a pincébe, akkor mi történik vele? Hát valószínűleg, hogy nem fog egy olyan csodálatos növényé változni, mint ami lehetne, hogyha napfény érné. És ugyanez van az intelligenciával is, tehát ez egy nagyon jó dolog, hogyha valakinek jók a génjei ilyen szempontból, és szerencsés, de meghatározó, hogy a környezet hogyan fog ráhatni. A kérdés az is szokott lenni, hogy okos szülőknek, akik átlagon felül intellektusúak, azoknak majd akkor zseni lesz a gyereke. Itt az átlaghoz való visszatérés szabálya szokott bejönni, tehát nincs az, hogy akkor egyre intelligensebb és intelligensebb lesz a gyerek, hanem nagy valószínűséggel jobban fog közelíteni az ő intellektusa az átlagoshoz, de elképzelhető, hogyha mondjuk több gyerek van, akkor lesz olyan, akinek pedig szintén kiugró a képessége. És arra a kérdése, hogy fejleszthető-e az intelligencia,
Részben igen. Tehát azért van egy biológiai meghatározottságunk, amin nem tudunk túlnyúlni, tehát azért az agyi struktúra az megvan, azzal garázdálkodunk, amit kaptunk, de azon belül természetesen lehet növelni, lehet fejleszteni akár a logikát, akár a tanulási képességeket. Milyen praktikák vannak erre egyáltalán, hogy több logikai feladatot old meg, vagy otthon valami kis elfoglaltságokat talál magának, hogy hogyan lehet ezt mégis fejleszteni? Igen, tehát az, hogyha valaki ilyen logikai feladatokat elkezd gyakorolni azért, hogy magasabb legyen majd az intelligencia teszten az értéke, általában maximum egy olyan egy pont az, amit úgy sikerülne összehozni ezzel, tehát nem biztos, hogy csak ez az egy dolog segít. De hát a saját magát is becsapja vele igazából. Igen, és én megint azt mondom, hogy miért van rá szükség, tehát hogy miért fontos neki pontosan az, hogy milyen az az érték. Viszont ami még fejlesztés valóban jó, az például a zene. Ugye, az is felszokott merülni, és van egy ilyen a közgondolkodásban, hogy a klasszikus zenék, mondjuk Mozartnak a zenét, hogyha azt hallgatjuk, akkor majd zseni lesz a gyerek, és akkor sokszor a babakortól már ott hallgattatják a kicsikkel, ami egy nagyon jó dolog. De igazából a vizsgálatok ezt nem igazolták. Ez egy még a 90-es években készült vizsgálat volt, ahol főiskolásokkal hallgattatták Mozart zenéjét, és akkor utána töltöttek ki különböző feladatlapokat, és azon valóban jobb eredményt tudtak produkálni. De utána nem lehetett egyértelműen igazolni, valószínűleg inkább a hangulat az, amit nagyon tud javítani. Viszont ahol tényleg jó a zene, az a hangszeres tanulás, a zenetanulás, mert segíti a figyelem összpontosítását, a munkamemóriát tudja nagyon nagy mértékben fejleszteni, de akár a verbális gondolkodást, vagy a különböző gyors felismerést és a reakcióidőt is tudja növelni. Úgyhogy az átlagosan 3 pontot már tud hozni, hogyha a zene tanulás van. De amit nagyon-nagyon szoktunk hangsúlyozni, az már a kisgyerekkortól kezdve a társas interakció az, ami a leginkább tudja fejleszteni az intelligenciát a mi kultúránkban. Ezért ne felejtsük el, egy verbális kultúrában élünk. Az, hogy milyen lesz a gyereknek a szókincse, hogy hogyan fogja tudni magát kifejezni, az egy nagyon fontos dolog, és ezért a beszéd, minél több beszéd. Nem hiszek abban, hogy itt már kisgyerekkortól ilyen zseni neveldét kellene otthon kialakítani, hiszen tudjuk, voltak ezek a Baby Einstein TV-programok, ahol a csecsemőket beültették a tévé elé, hogy majd akkor a különböző matematikai feladványokat, amiket így játékfigurákkal mutattak, hogy tudják fejleszteni a matematikai képességüket is például. Igazából 2 éves kor alatt semmiféleképpen nem javasolt az elektronikus babysitter, tehát ez inkább ront a gyerekeknek az intelligens vagy intellektuális képességein, mint segíti. Tehát az élő kapcsolatot semmi nem tudja helyettesíteni. Amikor az volt, hogy idegen nyelvet hallgatnak felvételről, kevésbé tudják megtanulni úgy a második idegen nyelvet, mint hogyha élő szóban hallják azt. Tehát nagyon fontos a játék, amivel lehet fejleszteni a gyerekeket, és a szülők is ugye felszokott merülni ez a kérdés, hogy hogyan vehetik észre azt, hogy akár kiemelkedő a gyereknek az intellektuális képessége, akár ha arról van szó, hogy elmarad az átlagostól. Azért a kiemelkedő intellektuális képességekre nagyon sokszor utal az, hogyha szépen beszél a gyerek, ha jó a probléma megoldó képessége, kivágja magát a helyzetekből, vagy akár, mert kisfiúknál szokott főleg az lenni, miután nagyon szeretik az autókat, hogy már 2 éves kor körül felismerik az autómárkáknak a jelzését, és tudják a márkákat mondani. Tehát azért ez is mutatja, hogy a memória, a tanulási képesség az meglehetősen jó egy ilyen gyereknél. De az, hogy hogyan fog fejlődni, az pedig egyéni kérdés. Itt nagy különbségek vannak, és pont ez is a lényeg, hogy az ember vagy maradjon meg az arany középúton, hiszen attól még, hogy valakinek mondjuk 2-3 éves kora között hihetetlen jó a fejlődése, lehet, hogy később lelassul. Ugyanúgy egy olyan gyereknél, akinél picit lassabban indul a fejlődés, lehet, hogy később utol fogja érni a többieket.
És ezért veszélyesek a játszótéri konferenciák, hiszen tudom, hogy ott azért az anyukák így összehasonlítják a gyerekeiket, megosztják a saját tapasztalataikat, hogy hát az én kisfiam már ezt tudja, és ezt csinálta, és akkor lehet, hogy a másik szülő, akinek hasonló korú gyereke van, ott belül elkezd aggódni, hogy ú, akkor az én gyerekemmel most baj van, hogy ő még nem tart itt a fejlődésben. Tehát azért itt van egy ráhagyás, és ezért is van az, hogy 5 éves kor alatt nem igazán adunk olyan diagnózist, hogy a intellektuális képesség zavar, tehát hogy elmaradás van az értelmi fejlődésben, hiszen lehet, hogy utol fogja magát érni, tehát egy gyerek nagyon képlékeny, másrésztről pedig ott még azért nehezebben mérhető ez a dolog. Egyáltalán a férfiak és a nők között van-e különbség az intelligencia szintjén? Lehet-e ilyet kérdezni, egyáltalán mondani, hogy milyen tanulmányok vannak erre a kérdésre? Úgyhogy beszélgettünk a gyerekekről, de nyilván a szülőkkel kapcsolatban is ugye meg kell kérdezni ezt. Igen, hát a vetélkedés az mindig megy, és ezen a téren is, hogy most akkor a férfiak vagy a nők a jobbak. Voltak erre vonatkozó vizsgálatok? És azt találták, hogy igazából, spoiler ezek, nagyjából egyforma a két nemnek az intellektuális teljesítménye, tehát nagy különbség nincsen. Amikor találtak különbséget, az általában az volt, hogy a férfiak intelligensebbek. De hogy amikor jobban megnézzük ezeket a vizsgálatokat, látni, hogy a férfiaknál sokkal több a két szélsőség, tehát több a nagyon magas intellektusú ember, és több az, ahol az értelmi fejlődés zavara található. És amikor ugye kivették a vizsgálatokból azokat az embereket, akiknél ez az értelmi fogyatékosság, az értelmi fejlődés zavara fennáll, akkor ez már egy matematikai művelet, hogy ott nyilván több lesz. Igazából nincsen ilyen téren különbség. Tehát, hogy különböző területeken lehet, hogy van különbség, mondjuk a téri tájékozódás, azt tudjuk, hogy a férfiaknál jobb szokott lenni, mert másképp működik ez az agyterület, de a nőknek meg jobb a téri memóriájuk, ezért van az, hogy a férfiak megtalálják a konyhában, hogy hol van a hűtő, de nem találnak meg benne semmit, és ilyenkor ugye a nők azok, akik tudják, hogy mit hova raknak a hűtőben. És egyáltalán hányféle területe van az intelligenciának? Ugye említettél többet is, például a munkamemóriát. Ezeken kívül mennyi van még, mennyi tartanak számon, vagy egyáltalán megszámolható ez? Hát ez egy nagyon jó kérdés, mert megint hosszú viták indulnak abból, hogy hányféle intelligenciáról beszélhetünk. Igen, vannak azok a megközelítések, amelyek különböző, akár a zenei, vagy az embernek a saját testére vonatkozó intelligenciát, téri intelligenciát is behozzák. Igazából azt gondolom, hogy itt főleg a két nagy területet lehet elkülöníteni. Az egyik az, amik az ismeretekre vonatkoznak, ez az úgynevezett kristályos, azért, mert hogy kikristályosodik az ember élete során. A másik meg az úgynevezett fluid képességek, amelyek a gondolkodásnak a folyamatosságát jelölik. Na, ez egy picit érdekesebb legyen, ugye azt szokták mondani, hogy fú, hát azért az idősebb emberek azok már úgy megvannak lassul, meg az ember már elkezd leépülni idősebb korában, azért ez nem teljesen így van. Tehát az, pont ez a lényeg ennek a megközelítésnek, hogy ez a kristályos, ugye a tapasztalat az életkorral egyre több lesz, egyre több mindent fogunk tudni a világ dolgaiból, és a másik intelligenciánk, ez a fluid, ami a képességeket, akár a reakcióidőt, vagy hogy milyen gyorsan kapcsolunk össze dolgokat, mennyire tudok megegyezni dolgokat, mennyire tudok előre tervezni, azaz, ahol esetleg egy ilyen fokozatos visszaesés lehet. Hát igazából azt mondják, hogy a csúcspont 25 évesen van, és utána már a leépülés jön, de azért nem ennyire lehangoló a kép. Igazából ezt úgy kell értelmezni, hogy 25 éves korig fejlődik ez a fajta intelligencia, és utána hosszú ideig azért ugyanazon a szinten tud működni. De az, hogy az ember elkezd idősödni, ami egy természetes folyamat, nem jelenti azt, hogy az intellektuális képességei is természetszerűen romlanak, hiszen
tudjuk, hogy ez az agyi területeknél és a képességeinknél a használd vagy elveszíted elv működik. Tehát, hogyha valaki folyamatosan használ bizonyos dolgokat, akkor azért az nem tud leépülni. De gondoljunk bele, hogyha tanultunk valamikor egy nyelvet, és azt már nem tudom, 10 éve nem beszéljük, akkor nehéz megszólalnunk ezen a nyelven. Miért? Mert egyszerűen annyi dolog verseng az agyunkban azért, hogy valami kis területet kapjon, és hogy tudjuk használni, hogy ez a háttérbe kerül. Magyarországon mi mondható el az intelligencia szintről, lakosságéről, hogy milyen kategóriába esik? Van egy angol kutató, aki különböző felméréseket folytat ezzel kapcsolatban, hogy az országoknak milyen az intelligencia és milyen az intellektuális képessége az ott lakóknak. Ez egy nagyon aranyos felmérés, egyetlen egy szépséghibája van, hogy az illető mindent Angliához viszonyít, tehát hogy ez a kiindulási alap, és azt veszi az átlagosnak, és ott 100-nak határozta meg a lakosság intellektuális képességét, és Magyarországon az ő meglátása és a vizsgálatai szerint 99 a lakosság átlagának az intellektusa. Igazából azt kell, hogy mondjuk, hogy ha még el is fogadjuk ezt a vizsgálatot, akkor sincsen szégyenkezni valónk. Ugye én azt gondolom, hogy itt Magyarországon is ugyanaz a tendencia található, mint a világ bármelyik országában. Tehát nyilván a lakosságnak a jelentős része ugye az átlagos kategóriába esik, és ugyanúgy a szélsőséges értékek között is találhatóak egyének. Köszönöm szépen a beszélgetést, és még egy titkot árulja nekünk, hogy mi lesz a következő témánk. Ugye 2-3 hetente vendégül látunk téged a stúdióban, és beszélgetünk különböző pszichológiai témákról. Mi a következő? Így van, a következő témának arra gondoltunk, hogy most úgyis szóba került itt az intelligenciánál az, hogy idősebb korban hogyan alakulnak mondjuk az intellektuális képességek, és így a különböző kognitív zavarokról, amik előjöhetnek időskorban, illetve a demenciának a témájáról is érdemes lenne beszélnünk, úgyhogy ez lesz a következő beszélgetésünk témája. Köszönöm szépen, és akkor nem sokára találkozunk a következő beszélgetésen. Köszönöm én is.